Köszöntöm kedves nézőinket Aranykor című magazin műsorunkkal. A Meszesi Dunapart és a Kék Duna vendéglő volt a helyszíne annak az esélyegyenlőségi napnak, amelyet a Mozgáskorlátozottak Kalocsa és Vidéke Egyesület tartott. A Mozgáskorlátozottak Kalocsa és Vidéke Egyesület július végén tartott esélyegyenlőségi napot a Meszesi Dunaparton, amely során közel másfél százan töltötték el együtt a délutánt a Mozgáskorlátozottak Országos Szövetségének főtitkárával. Ennek részleteiről az Egyesület elnöke számolt be tévénknek. Nagy megtiszteltetés számunkra, az Egyesület számára, hogy az Országos Szövetségnek a főtitkára és kedves felesége is részt vesz ezen a rendezvényünkön. Ez egy ilyen esélyegyenlőségi rendezvény tulajdonképpen, mert itt az egészségesek a mozgássérültekkel együtt töltik el ezt a délutánt, mert este 6 óráig fog tartani, és hát úgy kezdődik mindig, hogy ebéddel, egy kis zeneszó, 3 óra magasságában tombola, és akkor este 6 óráig itt egy kis táncika, zene, és akkor este 6-kor jön értünk a busz, aki hazavisz, meg hát sokan jöttek ki kocsival is. Úgyhogy ez a mai nap, már régóta készültünk rá, nagyon várta a tagság, nagyon szeretik, mert ugye jó idő is van, meg jó helyen van, és hát kellemesen töltjük el ezt a délutánt a tagsággal együtt. Körülbelül mennyien gyűltek itt most össze, illetve már szóba került a tagság, mikor volt utoljára arra lehetőségük, hogy így együtt legyenek, és mikor lesz legközelebb erre ismét lehetőség? Februárban már volt a farsangi bál, amit szintén itt tartottunk meg, akkor nagyobb létszámmal voltunk jelen, mert pillanatnyilag összeért a Nyugdíjas Egyesületnek, a Kalocsai Nyugdíjas Egyesületnek a rendezvényével, mert ők 15-ére akarták, de foglalt volt az önkormányzati üdülő, és így egy napra esett, és akkor hát sok tagunk ott maradt, mert hamarabb jelentkeztek, és hát akkor már ott maradtak az ő rendezvényükön, de sokan vállalták, hogy inkább hozzánk jönnek, hát most így jön 130-an. A farsangi bál az pedig olyan 160-170 fővel volt, úgyhogy nagyobb létszámmal. Hát, egyébként nem szoktunk mindig ilyen táncos rendezvényeket, ritkábban csináljuk, mert nekünk más a profilunk, tehát nekünk az alapszabályban is benne van, hogy egészségmegőrzés, és annak céljából pedig a gyógyfürdő látogatásokat szoktuk szervezni. Most jövő hónapban megyünk 4 napra Cserkeszőlőre, 50 fővel, és hát utána majd megint Mórahalomra, most voltunk legutóbb Mórahalomon, most Mórahalomra is fogunk menni, meg októberben szokott lenni a fürdőzáró, ami fürdéssel, utána pedig egy ilyen zenés estel záródik a programunk. Legutóbbi szóba került a farsang, tehát a február. Azóta a köztes időszakban mi történt az Egyesület házatáján például? Történt-e bővülés, illetve ezt a köztes időszakot milyen programokkal töltik el ki? Úgy értem, vannak-e hetenként, amikor összegyűlnek esetleg? Hát ügyfélfogadási napunk van csütörtökön 8-tól 12-ig, akkor a tagság rendezvényekre jelentkezik, vagy egyéb fontos problémákkal keres föl bennünket, de még itt kell elmondanom, hogy az önkormányzat az Egyesületnek támogatást nyújtott abban, hogy a kalocsai úszodát a tagjaink fejenként két alkalommal igénybe vehetik ingyen. Tehát erre az önkormányzat biztosított támogatást, amit nagyon-nagyon köszönünk, és nagyon örülnek a tagok is, és nagyon szívesen veszik igénybe az úszodai programokat. Egyébként az Egyesület taglétszáma olyan 600 körül van, a pontos létszámot most nem tudok mondani, de 510 volt februárban, tehát most olyan 600 körül van a taglétszámunk. És hát mi igyekszünk programokat megszervezni, illetve hát én szoktam leginkább megszervezni, de mondom, hogy nekünk nem ez a profilunk, hogy itten ilyen táncos délutánokat vagy estéket szervezzünk, ez ritkán van, tehát évente 3 alkalommal. És a tagságnak más ügyeiket intézzük, tehát hivatalos ügyekbe segítünk, akár a lakástámogatási
ügyekben, vagy közlekedési támogatásokban, bár tehetünk, ilyen feladataink vannak. Szeptember elején két alkalommal köszönhetek Szépkorút Kalocsán, ugyanis Illés Miklósné és Rumi Ignácné két nap különbséggel lépett be a 90 évesek táborába. Illés Miklósné Erzsi néni több mint 20 éve a Bem utcai otthon lakója. Mint ahogy megtudtuk, nagyon jól érzi magát az intézményben, mikor még az egészsége engedte, az emeleti részlegben kapott szobát, ahol tudott még sütni-főzni is. Most viszont, mivel kerekesszékkel közlekedik, már a földszinten éli hétköznapjait. A szeptember 5-i hétfő viszont nagyon különleges volt számára, mivel Erzsi néni ekkor töltötte be a 90. életévét. A hagyományokhoz híven Kalocsaváros polgármestere, dr. Bálint József, Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőlevelét olvasta fel az ünnepeltnek. Ez az emléknap hivatott kifejezni szépkorú polgárunk iránti tiszteletünket és hálánkat. Ebből az ünnepi alkalomból kívánnak önnek jó egészséget, és tovább boldog éveket, tisztelettel Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. 2016 Budapest és szeptember 2. Ezt átadom önnek, jó? Isten értesse sokáig még, és fogadja szeretettel ezt az emléket. Köszönöm szépen! És természetesen az emléklaptól egy kis csukor virágot is tőlük. Köszönöm szépen! Ezt követően Madai Anita anyakönyvvezető szólt pár szót az ünnepelthez, majd Erzsi néni az otthon vezetőjétől, Rumi Lászlótól átvette a születésnapi tortát. Szeretném, hogyha elfújnál a gyertyát, jó? Köszönöm szépen! Fogom közben. Boldog születésnapot! A gyertyafújás után került sor a torta felbontására. Erzsi néni többek között az idősebb fia társaságában kóstolta meg a süteményt. Már 90 év szállt el fejem felett, hajam ősz, de kezem nem remeg. Én megteszem, amit csak tehetek, mégis érzem, tán erőm kevesebb. A 90-es éveim taposom, hogy itt tartok, ámulok magamon, mert a szívem, a lelkem fiatal, mint a zöld lomb, ha jól zivatar. Reggel, mikor a tükörbe nézek, bizony látom, hogy szállnak az évek. Fölöttem is, hisz nem az néz vissza, ki ifjú volt, s oly naív, tiszta. Bölcsebb lettem, mert ki él, tapasztal, s az esze is hosszabb pár arasszal. De mindenkor jó újra remélni, szeretetben, békességben élni. Mögöttem van 90 évem terhe, nem cipelem, leteszem egy helyre. Könnyű szívvel megyek tovább, tovább. Várnak még rám új utak, új csodák. Két nap múlva pedig már a második alkalommal köszönhetek szépkorú lakost városunkban, ugyanis Rumi Ignácné Erzsike néni ekkor töltötte be 90. életévét. Születésnapját családi körben, otthonában ünnepelte fiaival és férjével, aki 2015-ben lépett a szépkorúak táborába. 71 éve házasok, az évek alatt két gyermekük, három unokájuk és két dédunokájuk született. Az együtt töltött több mint 7 évtized után kíváncsiak voltunk arra, hogy mi az, amire legszívesebben emlékszik vissza Erzsike néni. Hol született, hol ismerkedtek meg például a férjével? Hát voltak bálok, ilyen vasárnap délután ilyen bál, összegyűjtünk, mint fiatalok, szólt zenekar, azt akkor táncoltunk, azt akkor figyeltek bennünket a fiúk. Azt akkor hát én kapus kislám voltam, azt akkor ugye mind kapkodták a kezem, akkor nem úgy volt, mint most, hanem mindig táncoltunk. Azt akkor szabad? Akkor ha szabad volt, ha nem, de akkor már ugye húzott a másik fiú. Azt akkor hát így táncoltunk, így ismerkedtünk. Meg Sigelyde páromot játszottunk a gazdasági körudvarba. Azt akkor így, mert másról nem tudunk. Meg a libáknál, libapásztorok voltunk, ott is már kiírták a paskom szélire, ahol volt olyan tiszta hely, hogy tudták írni, hogy Baranyai Erzsébet, Rumi Ignác, egy párok ülnek, mint a sajtárok. Azt akkor így eljegyeztek már bennünket. És ez itt volt Kalocsán? Nem, nem. Kína paskomon. Ahogy őriztik a libákat. De ez hol? Felserekön.
Felsereken, igen, Felsereken volt. Csak ott voltunk, mi máshova nem mentünk. Még lányok voltunk, csak a faluba. Felöltöztünk vasárnap, és az karomfűzve a lányok, utcára úgy mentünk, nóta szóval, így szórakoztunk. Hát más lehetőség semmi nem volt. Mi az, amire legszívesebben emlékszik vissza ebből a 90 évből? Mik a legszebb emlékek? Hát, mikor összekerültünk, ugye, nagyon, nagyon szomboltam, és akkor volt nagy lakodalom. Hát az volt a legszebb, azt mondták a nézők, hogy nyújtsd le a mennyekbű egy angyal, nézzétek meg olyan, mint egy angyal. Hogy, mert akkor volt a divat, hogy együtt, akik nem voltak meghívva, asszonyok, már szomszédasszonyok, hát nem szomszédok, azok meg voltak, megnézni a táncot, az éjféli táncot, mikor a menyecskét táncoltatták, és akkor hát úgy kiabálták, hogy nézzétek meg, most itt le a mennyekből az angyal. Az angyalka, mert olyan, mint egy angyalka. Tapsoltak. Hát ilyenek az embernek eszébe jutnak, ugye. Tehát azóta is nagyon szépen és nagyon nagy összhangban élnek a férjével. Mi a hosszú házasság és ennek a csodálatos életnek a titka, hogy ilyen sokáig és boldogságban együtt vannak? Én sokat tűztem. Ugye én mindent elvégeztem. Amit megcsinált, én még ezt egyszer megcsináltam. Én olyan voltam most is, ha elhagyni szemetet, vagy valami, mondom, azt összeköszönni, tessék összeszönni, de nem szedi ilyen össze. Akkor jó van, ráhagyom. Ez így működik, másképp nem megy. Másképp nem megy, mert hát a férfiak azok másak, no, mint a nők. És lesz esetleg nagy családi ünneplés ezen a szép évfordulón? Persze, hát Attila meg délután jönnek még, a Pisti, mint ki hogy tud. Az édesabbik fiam azok tegnap volt, aki tegnap este. Most akkor, most Máme este, meg a Attilám, meg a Erzsike, meg a gyerek, fiúk. Beköszöntött az ősz, elindult az iskola, ezzel együtt pedig elkezdődött a báli szezon is. A Kalocsai Nyugdíjas Egyesület pedig már meg is tartotta első ilyen összejövetelét. Bolvári Fanni és Bolvári Péter táncával vette kezdetét a Kalocsai Nyugdíjas Egyesület legutóbbi bája. A fiatalok megszokott párosként adták elő előadásukat a rendezvényen, hiszen többször kaptak már felkérést a nyitótáncra. Az Egyesület az államalapítás ünnepéhez kapcsolódva tartotta a soron következő programját a Dózsa György középiskola étkezőjében. A vendégeket a műsor után Angeli Gabriella önkormányzati képviselő köszöntötte, majd újabb ízelítő következett a táncos pártól. A fiatalok után az idősebb korosztály is kedvet kapott a tánchoz, így már a vacsora előtt megkezdődött a mulatozás.
zenében szoktunk tartani egy ilyen vacsorás bált, amit most is például 125-en vagyunk, amit nagy szeretettel fogadnak a tagjaink is, és hát ez ilyen szokásunkkal vált, hogy minden évben ugyanebben az időpontban, 20-a környékén megtartjuk ezt a bált. És utána majd folytatjuk tovább, mert szeptember 24-én lesz a harmadik negyedéves névnapos bálunk, amire szintén ott már a volt úttörőházba kerül sor, és még egy lesz az idén, illetve kettő, mert november végén a negyedik névnapos bálunk, és hát természetesen az utolsó években a szilveszteri napot sem szabad kihagyni. Szoktunk szilveszterezni, ami idáig még mindig nagyon jól sikerült. És most mennyire várták a tagok már a nyár folyamán, hogy kicsit így a bálok is újra elkezdődjenek, vagy most mennyien jöttek össze? Most, mint ahogy mondtam is, már 125-en vagyunk. Én azt hiszem, hogy talán olyan nagy sóvárgás nem igazán lehetett, mert júniusban is volt bálunk, hisz ha azt mondanám, csak egy hónapunk maradt ki ebből a szezonból, úgyhogy remélhetőleg tovább folytatódik ez a jó szokás, hogy mindig szeretnek eljönni és részt vesznek ezeken a bálokon, úgymond, vagy műsorokon, mert ugye hát a mai napunk viszont úgy kezdődött, hogy meghívtam ezt a kedves kis testvérpárt, akik hát nagyon szépen táncoltak, és én azt hiszem, hogy az egész csoportunk nevében itt is megköszönhetem nekik, hogy elfogadták a meghívásomat, mert hisz olyan vastapsot kaptak a végén, hogy még egy kis ráadást is kaptunk, úgyhogy én úgy gondolom, hogy én szeretettel fogadtam őket, és azt hiszem, illetve azt láttam, hogy rajtam kívül nagyon sokan. És azt most hallottuk, hogy bőven 100 fölött vannak, meg látjuk is, hogy ilyenkor nagyon sokan érkeznek. Azt lehet mondani, hogy talán a bálok azok a legnépszerűbb programok, vagy azokra jönnek leginkább a tagok? Igen. A bálok a legnépszerűbb. Amikor én, hát sokszor elmondtam, lehet, hogy 8 éve, vagy nem tudom, hogy hány éve vagyok ennek a nyugdíjas egyesületnek vezetője, akkor még éves viszonylatban 4 bál volt. Most már odáig eljutottunk, hogy 8-10 körülbelül, mert próbáltam én többféle programot szervezni, felkínálni, hogy így mondanám, hogy ide vagy oda, vagy ezt nézzük meg, vagy amaz, de sajnos azt vettem észre, hogy a legnagyobb érdeklődési kör a báloknál van, mert azt hiszem, hogy talán itt úgy érzik a tagok, hogy mikor eljönnek ide, felszabadulnak, jó érzik magukat, és ami a legfontosabb, ugye, hogy ma már elmegyünk egy fürdőbe, hát nem beszélhetünk 1-2 ezer forintról, hanem inkább főfelé halad, és ugye nem mindenki teheti meg. És akkor mégis valahova szeretne elmenni, és ez volt a legnépszerűbb, ezért kitaláltam már a farsangi, a nőnapi, a mit tudom én, tavaszi bált, meg mindent, hogy valahogy szórakoztassuk a nyugdíjasokat, illetve hát azt hiszem, hogy ők is érezzék, hogy még vagyunk. Tehát hála Istennek, hogy vagyunk, de még vagyunk, és úgy látom, hogy olyan lelkendezve jönnek. Mindegy az, hogy most vacsorás bál, vagy egy másik bál, akkor is olyan jó nézni, mikor az a sok ember, és látom, hogy vidámak, jól érzem, hogy egymással beszélgetnek, mert aki nem tud táncolni, csak éppen egy kicsit elszórakoztatja magát azzal, hogy nézi, hogy a másik hogy táncol, vagy beszélget a szomszédjával, vagy éppen a régen találkozott kis, mit tudom én, klubtársával, és olyan jó végignézni, hogy Istenem, milyen jó, hogy azért összejön ez a kis csoport, hogy kis csoport, nem is ő kicsinek mondhatnám, mert ugye 200-an fölül, és ez a városnak a lakossága,
csak amit már kezdtem mondani, hogy olyan jó végignézni, hogy olyan szívesen beszélgetnek egymással, és addig is érezzük jó magunkat, még legalább vagyunk. És ha már ugye úgy kezdtük, hogy vége fele van a nyár, akkor össze tudjuk foglalni, hogy nyáron milyen programokon voltak a tagok, vagy milyen lehetőségeik voltak kirándulni, fürdőbe menni? Nyáron voltunk Szekszárdon a fürdőben. Mindjárt még összeköszödni a gondolatomat, hogy hol is, mert ugye szerettünk volna menni még máshova is, de sajnos nem jött össze a busz, mert hát ugye a buszt azt ki kell fizetnünk, mert máskülönben nem tudunk elmenni, és meg ez a nyári bál volt, voltunk Meszesen, azt hiszem, hogy a tévés, ja, ott is voltak, igen, egy kicsit, tehát itt szintén ez is egy ilyen kedvenc hely, hogy így mondanám, mert aki tud kerékpára, az kerékpárral eljön, aki pedig nem, az pedig az idén is, ugyanúgy, mint tavaly, a Konrád, aki most éppen jelen van, nagyon kedves és aranyos, és itt is megköszönöm neki, hogy úgy tavaly, mint az idén, ingyen kivitt minket Meszesre, és haza is hozott a busza. Úgyhogy itt kapunk azért ilyen segítségeket, és ez nagy öröm számunkra. Illetve most viszont kaptunk egy olyan lehetőséget, hogy a Paksi atomerőműhöz el tudunk menni, úgyhogy ingyen elvisznek minket, sőt, még azt hiszem ingyen ebédet is kapunk, és nagyon sokan szerettek volna már elmenni, meg is kértek engem, hogy próbáljam elintézni, de sajnos akkor nem jött össze, mert ugye mi nyugdíjasok nem tudjuk azt, hogy a buszt azért kifizetni, hogy jaj, bocsánat, hogy Paksra elmenjünk meg vissza, de most van ez a lehetőség, sőt, olyan sokan jelentkeztek már a december 6-ai Paksi kirándulásra, hogy már egy busz tele van, és kaptunk még egy lehetőséget, hogy januárban ismét elmehetünk, és mind ahogy tetszett is látni, már írom föl a neveket, és már januári is szépen megy tovább, úgyhogy van érdeklődés erre is, nem csak a bálokra. És azért időről... Igen. Ja, bocsánat, és már ott is mondtam, ugye, hogy Egerszalókra megyünk, szeptember 9-10-11, ez 3 napos kirándulásunk, Egerszalókon a parkszállóba lesz a hotelba mind a 2 éjszaka a szállásunk, ez tulajdonképpen azért is jó, hogy a fürdő is belefoglaltatik ebbe a szállodába, tehát oda reggel 8-tól este 10 óráig a vendégek igénybe vehetik, és van gyógyvizes, medence, ülő is, fürdő is, tehát még ha elmegyünk, mert másnap szándékom áll, hogy Egerre bemegyünk, és ott a nevezetességeket megnézzük, és onnan, hogyha hazamegyünk, akkor aki úgy érzi, az nyugodtan fürödhet, nyugodtan pihenhet, mert ebbe szauna, meg mit tudom én, pihenő, akármi van ebbe, úgyhogy hát ezt is nagyon örülök neki, hogy így sikerült összehozni, igaz, hogy külsősökkel, mert ahogy az előbb is mondtam, azért elég sok a kis nyugdíjas, és ha akármennyire próbálom lealkudni az árat, hogy megyünk 52-en, azért annyira nem sikerül, hogy egy kis nyugdíjba is meg tudják oldani, hogy 3 napra eljöjjenek. De akik jönnek velünk, akik nem tagok, már máskor is voltak, nagyon jól érzik magunkat köztünk, és ezért az idén is jelentkeztek, úgyhogy el tudunk menni, elmegyünk. És azért ezt időről időre meg szoktam kérdezni, hogy van lehetőség még arra, hogy aki esetleg szeretne a klubhoz, ehhez a csapathoz csatlakozni, akkor még a tagok közé jelentkezzen? Van lehetőség, mindig van. Mert én azt mondtam, hogy nem szabunk határt, illetve városvezetővel is megbeszéltük, hogy nem, aki Kalocsa városában lakik és nyugdíjas, az bármikor jelentkezhet, természetesen a vidékiek nem, csak a város lakossága, és olyan, hogy minden hónap 3. hétfőjén van a színházban nekünk egy úgymond gyűlésünk, de ilyen összejövetelünk, ahol megbeszéljük a következő hónap programját, és valamint a
Hunyadi János utcába, a közösségi házba, minden kedden délután 3-6 óráig én ott vagyok, mert ott van egy ilyen klub délutánunk, és oda is bárki jöhet, jelentkezhet, mint ami példa is rá. Most is itt van az egyik tagunk, aki éppen múlt kedden jött beiratkozni. Ugye én, ha kalocsai, nem teszek kivételt, mert nekem az az elvem, és azt mondom mindig a nyugdíjasoknak, hogy úgy vegyük az újakat is, hogy az egy nyugdíjas. Tehát nem szabad itt már különbséget tenni, hogy az egyikünknek ez volt a pozíció, a másiknak az, mert a véleményem szerint minden emberre szüksége van a társadalomnak, úgy az utcaseprőre, mint aki fönnül a bírói székbe, és itt már mindenki egyforma nyugdíjas, sőt azt is szoktam mondani, hogyha valaki közénk jön, hogy érezze jól magát, szerbusz, itt nincsen maga, hanem itt mindenki szerbusz, és vegyük is úgy, és érezzük úgy, hogy ez itt egy nyugdíjas klub, ahol azért jövünk, hogy érezzük jobban, nem, hogy lenézni, hogy az egyik ilyen, a másik amolyan, ezt nem tudom elviselni se, és arra kérem mindig a tagokat, hogy ezt mindenki felejtseje. Egyformák vagyunk, és kész. Úgyhogy így próbálom vezetni ezt a nyugdíjas kis csoportot, nem azt mondom, néha én is úgy vagyok, hogy addig, de aztán másnap újra kezdem, és akkor idáig még ment, hál' Istennek, remélem eztán is fog. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, magazinunkkal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra!